Fekszem hanyatt a föld sötét zöld szőnyegén, és melegve nézem a sötét kék eget. A házasság hete 1997-ben az Egyesült Királyságból indult kezdeményezés, amely igyekszik felhívni a figyelmet a házasság fontosságára. Magyarország 2008-ban, Szerbia pedig mintegy 10 éve csatlakozott a rendezvénysorozathoz. A Hertelendi falvi rendezvény egy új amatőr festő, nyugdíjas tanítónő képkiállításának megnyitójával kezdődött. Valahol mélyen a szívem csücskében ott volt ez a vágy, hogy festek, hogy játszak a színekkel. Az élet sors nem úgy vezetett arra, hogy sorba kerüljön. Na de mikor megjelent ez a koronavilág, akkor minden rosszban van valami jó is, ha úgy kell mondjuk. Akkor be voltunk zárva, gondolkodtam, mit is tudnék csinálni, hogy is. És akkor eszembe jutott, hogy már volt nekem előkészítve ugye anyag, hogy nekiálljak. Merészkedtem, és nekiálltam. A Szerelem próba című film vetítése elgondolkozásra késztette a jelenlévőket. Az eleinte boldog, majd válás közeli házasság megmentésért tett erőfeszítés végül sikerrel jár. Hát, sok mindenre utal, ugye? Nekünk ez már egy olyan 25 év után nem is olyan újság, de szép. Hát először is az, hogy az embereket meg kell becsülni, házastársainkat, de hát azt mink is elvárjuk, ugye tőlük? Úgyhogy, ha ez megvan, akkor a jó házasság is a jó jár. A házasság esküvővel, illetve legtöbb esetben lakodalommal kezdődik. A helyi lakodalmas szokásokról a téma legjobb ismerői, Kerekes Klára és Lőcsei Antal tartottak előadást. Amikor meghívást kaptam, hogy ezt az előadást megtartsuk, hát persze Anti valaki nász nagy volt a lakodalmakban, rengeteg lakodalmat levezetett, én még mint gyűjtő. Hát tényleg kicsit zavarba voltam, hogy és mit és mondjunk az embereknek, ami új, vagy amit ők már nem tudnak. De közben ez nagyon jól sikerült, mert különben olyan interaktív előadás lett belőle. Úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve. A rendezvény ötletgazdája a Petőfi Sándor program délbánáti ösztöndíjasa volt. Én azt gondolom, hogy az emberek nagyon jól érezték magukat, sokan jöttek, nem csak házaspárok egyébként, hanem azt gondolom, hogy olyan emberek is, akiket csak simán érdekelt, vagy szerettek volna valamilyen programon még részt venni itt Farsang alkalmával, és mindenkin azt láttam, hogy élvezte a filmet is, a kiállítást is, az előadásokat. Az est végén Bálint napi üzenetet hagyhatott ki a kedvesének Petőfi versekkel.